A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk most már az autópályán, egy röpke óra késésbe vagyunk sajnos Múrhalomról. És autópályán még soha nem mentem 20-szal, de mentem csak nagyon rég. És most egy csomó kilométert letoltunk 20 és 40 között. Igen, és kivételesen most nem azért késünk, mert a mi himánkból késünk, hanem az útviszonyok miatt késünk. Persze, szerintem másszunk le erről a késés témáról. Aki a hátsó ülésen ül, az... És itt vannak a jutúrós srácok velünk. Rohanunk, sietünk hozzátok. Azt mondják, hogy az útvonalon veszély várható, reméljük odaérünk képségben. Biztos, hogy odaérünk képségben, én vagyok a sofőr. Vigyázzok a jutúrokra, megígérem. Szállítom őket nektek épségben. Eszméletlenül nagy volt a hó, és alig takarították az utakat, de megérkeztünk biztonságba. És ez egy jó dolog, hogy megérkeztünk. Sziasztok, én Boti vagyok. Én pedig Bence. És a YouTube-ról nevezetű csatornának vagyunk hát a tulajdonosai. És szeretnénk nektek mesélni így a videózásról, a vlogolásról, meg hogy a életünkre hogyan van ez hatással, meg hogyan éljük meg, és hogy működnek ezek a dolgok. Akkor elkezdtük minden, még ugye senki sem nézett meg semmi, de úgy tetszett nekünk, meg jól éreztük magunkat. Hát maga ez a tartalom, hogy Minecraftot csináljunk, mert ugye Minecrafttal kezdtük ilyen élőadásokkal, ez úgy jött, hogy hát a Minecraft az szerintem egy nagyon kreatív, meg értelmes játék végül is. Ez a legjobb, amiről csinálhattunk. Hány feliratkozótok van? 142 000 van. És még annyi, hogy körülbelül egy éve kezdtük. Igen. Hogy jött az a csatorna név, hogy jutúrok? Poénos címet akartunk, és akkor így, nem tudom, pont azt ettünk, vagy valami. Igen, és így. Egy bizonyos szintig, hogy csinálunk videókat, akkor hát élveznünk is kell, ugye? Igen, de azt is előtérbe kell helyezni, hogy ezt a nézők is élvezzék. Igen. Ez úgy lesz akkor... Hát... Tehát ez mind a kettő megfelelő arányba kell legyen, hogy... Mi is szeressük csinálni, de olyat is csináljunk, amit mondjuk kevésbé szeretünk, de a nézők kedvéért. Tehát ez mindkettő kell legyen, hogy haladhassunk meg tényleg, hogy gyarapodhasson a csatorna. Ezek szükségesek, tehát oda kell figyelni. Hát meg ugye különféle tartalmak, hogy néhány néző a Minecraftot szereti, néhány néző a reakció videókat, néhány pedig a ismeretterjesztőket, meg ezeket. Tessék. És ez ilyen hobbi, vagy ez ilyen kötelezettségnek gondoljátok? Mivel mi tovább szeretnénk majd tanulni, tehát nekünk ez igazából egy hobbi, de hogy mivel már benne vagyunk ebbe, és nagyon sokan néznek, így már hát azért kötelességünk, de azért kirakjuk, tehát hogy hobbiként élvezzük, tehát nincs az, hogy most nem akarjuk, vagy valami, tehát sosem volt ilyen, hogy most muszáj kirakni, de nem akarom. Tehát hobbi inkább. Abból lehet tanulni, hogy megnézel másokat, mert ott tényleg nagyon sok jókat mondanak. Srácok egy órás előadást tartottak, tök érdekeseket mondtak, a gyerekek is tök jókat kérdeztek, és az igazgatónő megvendégelt minket egy igazi menzás ebédre, és nem találjátok ki, hogy mi lesz a menü, bolonyai. Menzás bolonyait fogunk ebédelni. Mikor volt-e utoljára menzen? Én ki tudom találni, menzen? Én tudom. Helyőkeresztúron, igen. 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 Az elsőbe. Így van. Ez meg most az utolsó. Itt állunk a menzán, sorban az ebédőben, és alig várom, hogy sorra kerüljön. Na végeztünk, autogramosztás is megvolt, kígyózó sorokba álltak a srácok. Hogy érzitek, milyen volt?
Milyen volt ez a nap? Jó volt? Nagyon király nap volt. Még több ilyen legyen. Hát úgy legyen. Úgy legyen. Én rajta leszek, hogy másik iskolákba is menjünk. Krista? Rajta van a kamerán, hogy azt mondták, hogy jönnek még? Igen. Vigyázz erre, nehogy letöröljük. Nem, ezt megőrzöm, elrakom. Helyes. Ready? Vodafone.